Nagy szeretettel köszöntünk Cakó Borbála, az első vendégünk ebben a különleges, de azt gondolom, hogy remélhetőleg nagyon hasznos kezdeményezésben, az Álom Határidőben. Bori szinte a legismertebb magyar női vezető a világon, és szándékosan mondom, hogy a világon, és idehaza meg természetesen a legismertebb női vezető. Dolgoztál bankban, dolgoztál Big Four-nál, a HBRF jelenlegi tiszteletbeli elnöke vagy, te alapítottad, de az alapítók között voltál, és évek, hosszú éveken keresztül tetted ikonikussá ezt a testületet és ezt a szervezetet, és jelen pillanatban pedig az Institute of Directors fantasztikusan új kezdeményezésnek vagy az elnök, erről majd később fogunk beszélgetni. Mi volt a legnagyobb kockázatvállalásod, és hogyan sikerült a döntésed? Hát a legnagyobb kockázatvállalásom az a rendszerváltás előtt történt, ugyanis elkezdtem egy nappali tagozatos MBA iskolába járni, akkor még azt sem tudtam, hogy mi az MBA, de nem ez volt az aranyos benne, hanem az első évet lehetett Magyarországon befejezni, de ahhoz, hogy magát ezt a MBA diplomát megkapjam, ezért egy évre nappali tagozatra ki kellett menni Amerikába. És ugye a sors úgy hozta, hogy ugye nekem akkor volt egy 3 éves, meg egy 11 éves gyerekem, ott a férjem tengerész volt, tehát ő elment a tengerre, én meg a 2 gyerekkel elindultam Amerikába, úgy, hogy pénzünk sem volt igazán. Eladtam az autómat, fölmondtam a munkahelyemen, és kimentünk tanulni. Ez kockázat volt. És ebben a kockázatvállalásban egy percig eszedbe jutott, hogy mi van, hogyha nem sikerül? Vagy mit kezdtél ebben az érzéssel? Én úgy gondoltam, hogy amit addig megtanulok, ameddig nem sikerül, az is tanulás, és akkor majd, ha nem sikerül, akkor majd eldöntjük, hogy azzal mi lesz. Végül is pénzügyre fókuszáltam, pénzügy szakra jártam, tehát nemzetközi pénzügyek, ilyen securities and portfolios, tehát értékpapír, bankmenedzsment, nemzetközi pénzügyek, olyasmiket tanultam, amit akkor Magyarországon még gyakorlatilag nem volt senkinek ilyen diplomája, és amikor hazajöttem, akkor rögtön egy olyan állásajánlatot is kaptam, hogy legyek a Magyar Fejlesztési Banknak az első vezérigazgatója. De az már egy hosszabb történet, hogy az, ami történt, mert azt mondták, hogy nő nem lehet a vezérigazgató, csak a helyettes, és akkor végül is elmentem a Világbankba dolgozni, és ott nem én voltam a helyettes, hanem én voltam a vezető. Tehát érdemes kockáztatni, mert aki mer, az mindenképpen nyer. Karriered további szakaszaiban már biztonságosabban lépdeltél a váltások között, vagy ott is azért volt egy spontaneitás? Én nem mondom, hogy biztonságra törekedtem volna. Az is egy érdekes példa volt, ugye, mert hogy sokat beszélünk a nőkérdésről, és nekem egy nagyon komoly ilyen tárgyalásban voltam az Ernst & Young, amikor oda mentem dolgozni a nagykövetség után az Ernst & Young Globálba, és 2 nappal a szeptember 1-én léptem be, és augusztus 30-án írtam alá a szerződést, mert a saját fizetésemet még akkor még mindig tárgyaltam, és nem fogadtam azt el, amit ők eredetileg akartak adni. Úgy gondoltam, hogy mert tudtam, hogy körülbelül ki mennyit keres, és volt egy olyan range, amit úgy gondoltam, hogy abban nyugodtan, hogy azon belül kell, hogy legyek, és azt megküzdöttem. Mit javasolsz azoknak, akik még a karrierjük elején állnak, és mondjuk egy váltás esetén egy ilyen helyzetbe kerülnek? Érdemes tárgyalni a fizetésünkről, a kompenzációnkról? A nőknek ez nem szokott olyan jól menni. Nem, mert azt mondják, hogy majd belépek, és akkor majd látják, hogy én milyen jól dolgozom, és meg fogják emelni. Ez nincs így. Hát aki mer, az nyer, és mindenképpen tisztába kell lennünk az értékeinkkel, és úgy tárgyalni, mint egy üzleti partner. Hogyha visszatekintünk, ugye Judit nagyon sok mindent felsorolt, hogy mennyi pozícióban dolgoztál. Mik voltak a legfőbb ambícióid, amik irányítottak téged vezetőként? Amikor azt kérdezik, hogy mit tartok a legnagyobb sikeremnek, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy a gyerekeimet. És amit én ambícióm volt, amikor én elkezdtem annó dolgozni, az lényegében a család volt. Tehát nem volt olyan ambícióm, hogy vezető legyek, azt valahogy mindig adódott,
De az, hogy az édesanyám mindig azt mondta, hogy a cél az a csillagoség, tehát hogy ugyan ne, tehát nem mondtam azt, hogy vezérigazgató akarok lenni, vagy nagykövet akarok lenni, nem akartam valaki lenni, de ha adódott egy pozíció, akkor azt elmertem vállalni, és itt van egy nagyon nehéz lépés, hogy elvállalod, de mert hogy azt gondolod, hogy az nehezebb, de szerintem nem nehezebb vezetni, mint beosztottnak lenni. Ha van egy nehéz főnököd, szerintem akkor sokkal jobban jössz ki, ha te vagy a főnök. Ez az önbizalom, ami a pályád során azt hallom ki a mondandódból, hogy nagyon fontos volt, hogy hitted azt, hogy te ezt meg fogod oldani. Ez vajon honnan táplálkozik? Hogy ítéled meg? Tanulható ez? Mit javasolnál azoknak, akik ebben küzdenek egy kicsit? Tanulható, hogy a kompetenciákat meg a tudást meg kell szerezni. Amikor elmész egy bankba dolgozni, vagy elmész bárhova dolgozni, hogyha olyan munkát végzel, amit elismernek, akkor könnyebb. Tehát mindig nehéz az ajtót kinyitni, nehéz bekerülni, de ha már benn vagy, akkor bizonyítani kell. Ehhez kell nagyon sokat tanulni. És van ez a, hogy élethosszig való tanulás. Ez így igaz. Amikor én nagykövetként, még a következő lépést nem tudtam a karrieremben, hogy hova megyek, akkor elmentem az Institute of Directors-ba tanulni, és ilyen charter director diplomát szereztem, mert azt tudtam, hogy a külügyben már máshova nem akarok menni, és az volt a tervem, hogy ilyen független igazgatósági tagként dolgozzak. Egyébként jelenleg dolgozom is. Tehát, hogy így az embernek a saját életéről, nem is a karrieréről, az életéről stratégiailag kell gondolkodni, hogy mi az, amit én tudok, mi az, aminek van piaca, és mi az, ahol én értéket tudok teremteni. Mégis azért sokszor azt látom itt a 20-as, 30-as korosztályban, hogy a tehetség megvan, a bizonyítási vágy megvan, de sokszor az érvényesülés az gátakban ütközik, és hogy lehet ezt szerinted feloldani, milyen tapasztalatod van, vagy jó tanácsod, amivel egy kicsit a környezet elismerését ki lehet vívni? Hát kell valamennyi önbizalom, az önbizalomnak kell szilárd alapokon válnia, tehát hogy legyen megalapozott. És ha én most fiatal lennék, akkor én belemernék abba vágni, hogy egy saját vállalkozást, vagy egy saját üzletet, vagy bármi sajátot építsek. A mai világban nagyon sok lehetőségük van a fiataloknak, hogy úgy teremtsenek értéket, hogy a saját maguk főnökei legyenek. Folyamatosan azt hallom, hogy stratégiában kell gondolkodni, és hogy valahol termékek vagyunk a piacon mindannyian, és hogyha így fogjuk fel, akkor gyakorlatilag mindig meg kell, hogy legyen a fejünkben a következő lépés, és adott esetben egy B-terv is. A kockázatvállásról beszéltünk. Számomra, ami fantasztikus, és nem ismerek semmelyik magyar nőt olyat, aki ilyen karrier tudott volna külföldi viszonylatban is befutni, mi kell szerinted ahhoz, hogy valaki elhiggye magáról azt, hogy akár nemzetközi téren is egy magyar származású menedzser sikereket tud elérni, és milyen szerepe volt ebben a networkingnek, a kapcsolatépítésnek, és abban annak, hogy tudják-e azt, hogy milyen értéket termel Czakó Bori? Én azt gondolom, hogy és ugye vissza kell tegyek a Hungarian Business Leaders fórumra, mert érdekes módon az ugye építette a karrieremet, mert a Károly Velszi herceg alapította a Nemzetközi Business Leaders Fórumot, és mi lényegében a Károly herceg által alapított üzleti vezetők fóruma lettünk. Ismertem Károly herceget, és meghívott 2004-ben, amikor Magyarország belépett az EU-ba, hogy beszéljek a 10 belépő ország nevében egy St. James palotába ilyen globális üzleti vezetők előtt. Most azt hozzáteszem, hogy az Ernst & Young Globalnak az elnöke is ott ült, és akkor arra gondoltam, hogy most ha belesülök ebbe a beszédbe, akkor nem az a baj, hogy ez a másik 99 ember látja, hanem hogy szegény főnököm mit fog mondani, hogy de nem volt egyszerű. Tehát ahhoz, hogy a nemzetközi karrierben is el tudjak például indulni, ahhoz fontos volt, hogy látott az a főnököm, aki később az EY Globalba fölvett, hogy félelem nélkül kiálltam, vagy nem látszott. Szóval félelem nélkül kiálltam ilyen nagy közönség elő, és tudtam szépen beszélni, és egy nagyon-nagyon jó rendezvény volt.
Egyébként akkor country managing, tehát ország vezérigazgatóként több mint 100 országban volt vezérigazgató, és összesen 2 volt nő akkor. Tehát ismét a kockázatvállalás, a felkészülés, a tanulás, és hogy gyakorlatilag a bátorság, hogy ott megmutasd magad, és a saját brandedet tulajdonképpen építsed egy későbbi döntés. Azt még akkor nem tudtam, hogy ez épül, de azért ezek így egymásra épülnek, és érdekes módon, amikor végül is nagykövetnek kineveztek Londonba, akkor ugye azt mondták, hogy olyan embert keresnek, akinek van a királyi családdal kapcsolata. Én ugye pénzügyi szakemberként gyakran jártam Londonba ilyen tranzakciók miatt, tehát a londoni City-t ismertem, így lettem végül a City díszpolgára is, tehát hogy így valahogy mindig minden összefügg. És hogyha kicsit kitekintünk, hogyha nem csak a vállalatunkon belül szeretnénk nagyobb vagy jobb kapcsolatokat, nagyobb láthatóságot, hanem a szakmánkban vagy a környezetünktől, akkor még milyen networking tippeket tudsz adni, milyen rendezvényekre érdemes járni, milyen tagságunknak érdemes lennie? Tehát ezt hogy látod Magyarországon? Én kicsibe kezdtem, azt kell mondjam, de azok a barátnőim máig megvannak. Még a rendszerváltás előtt dolgoztam, úgy hívták, hogy kompak vállalat, és a jogi osztályvezető, a főkönyvelő, a nem tudom, egy nagyon-nagyon jó csapat volt, és mi egymásnak máig egy nagyon jó networköt adunk. Amit én javaslok mindenkinek, hogy valamilyen ok mögé álljon, hogy az, ami őt érdekli, ez lehet, nem tudom én, a kiberbiztonságtól elkezdve a covidos árvák támogatásán keresztül, a kultúra, tehát nem azért kell találkozni, hogy networkünk legyen, hanem olyan érdeklődési kört kell keresni, amiben jól érzem magam, és szívesen leülök emberekkel beszélni arról, aki lehet egy könyvklub is, de hogy olyasmi, ami igazán érdekel. Tehát nem azért kell elmenni, hogy networköt építsek, hanem elmegyek, csinálok valamit, és abban valamiben belevonom azokat az embereket, akiket ugyanúgy érdekli. Legyen egy ügy, ami mellé oda tudunk állni. És mi az a leggyakoribb kérdés, amit feltesznek neked? Hát leggyakrabban szerintem ilyen, hogy merjek-e vállalati vezetővé válni. Tehát a legtöbb kérdés ott merül föl, hogy lehet-e család és vezető is egyszerre az ember. És nagyon sokan visszajöttek, hogy ez egy jó tanács, és valószínűleg az, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy ha főnök vagy, akkor tudsz döntést hozni, és sokkal jobban tudod befolyásolni a személyes életedet is, hogy mikor utazol, hogy hova utazol, hogy mikor mész haza, mikorra teszel értekezletet. Egy picit visszarepülünk az időbe, és azt mondjuk, hogy 18 éves Cakó Borbála, vajon milyen tanácsot kaptál volna akkor szívesen, vagy visszamenőleg milyen tanácsot adnál a 18 éves önmagadnak? Én most is azt gondolom, hogy merésznek, tehát bátornak kell lenni, kalandvágyónak kell lenni, érdeklődőnek kell lenni, és fel kell vállalni az ismeretlent. Tehát nem kell félni attól, hogy mi lesz, mert azt az élet úgyis megoldja. És esetleg még ezt kiegészítenéd, hogy a mostani fiatal generációnak, akik pályájuk elején állnak, emellett még mit tanácsolnál nekik, hogyan induljanak neki? Mindenképpen, ha ők is azt szeretnék, és ezt mindig hozzá szoktam tenni, akkor merjenek külföldre menni, tanuljanak nyelveket, legyen legalább egy nyelvből olyan tudásuk, hogy anyanyelvi szinten tudjanak beszélni, és legyen képességük arra, hogy dolgozhassanak bármilyen környezetbe. És végezetül egy staféta kérdést szeretnék feltenni. Következő vendégünk Blaskó Nikolett lesz az ACG alapító tulajdonosa, és számos más tisztségben ismert ikonikus marketing és kommunikációs szakértő. Ismered Nikit, vajon mit kérdeznél tőle? Hát azt kérdezném tőle, hogy fiatal női vezetőként mit tart a következő 10 év legnagyobb kihívásának a saját szakmájában, és mint női vezető. Niki, nagyon várunk, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés, és alig várjuk a válaszodat. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, Bori, és talán így a végére azt kell, hogy mondjam, Flóra, hogy én
Számomra ez egy olyan utazás volt, ami a saját életemet is végig kísérte, és minden egyes pillanatban, minden egyes mondással és mondattal igazolni láttam azt, hogy az igazán csodálatos dolgok a kockázatos világban történnek. Mit gondolsz, mi az, amit a te korosztályod elvihetett ebből a beszélgetésből? Személy szerint én azt vittem el, hogy kicsit kevesebb teret adjunk a tervezettségnek, vagy engem nagyon jellemez a biztonságra való törekvés és a túltervezettség, és akkor kicsit hagyunk nagyon teret annak, hogy a spontán dolgokat, az új lehetőségeket is befogadjuk. Köszönjük szépen, nagyon sok erőt, kitartás, lelkesedés és jó egészséget kívánunk a jövőre nézve is. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és talán mondhatjuk a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy szemezgessenek, mazsolázzanak ebből a fantasztikus élettörténetből és karrierből, és vigyenek el minél többet, de legfőképpen alkalmazzátok. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy itt lehettünk!